Kedves nézőink! Tisztelettel köszöntöm Önöket az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékére rendezett ünnepségünkön. A Völgyhíd televízió összeállításában az előző képsorok az utóbbi évek március 15-éjének hangulatát idézték. Most nincs lehetőségünk hagyományos módon ünnepelni a járványügyi helyzetre való tekintettel, műsorunkat felvételről láthatják. Minden kornak és minden generációnak meg kell küzdenie a maga történelmi feladatával, nekünk is. Szinte pontosan egy évvel ezelőtt kezdődött a koronavírusos korlátozások időszaka. Az 1848-49-es szabadságharcosoknak a Habsburg birodalommal szemben kellett helytállniuk, hogy mind a mai napig példát adhassanak nekünk. Ma talán minden eddiginél erősebb a nyomás arra nézve, hogy a személyes kapcsolat ember és ember között egyre kevesebb legyen. Online éljük életünket. Egy év után már talán mindenki érzi a bőrén, mennyire fontos a saját életében a másik ember személyes jelenléte, nem csak online formában. Talán nekünk ez a történelmi feladatunk, a személyes kapcsolatok minél nagyobb arányú megőrzése. És most tisztelettel felkérem Mohácsi Istvánt, Biatorbágy város önkormányzatának ifjúsági tanácsnokát, ossza meg velünk ünnepi gondolatait. Tisztelt biatorbágyi polgártársaim! Köszöntök mindenkit városunk 2021. évi március 15-i ünnepségén. Normál esetben egy ünnepi beszéd elején a szónok üdvözli mindazon megjelenteket, akik a rendezvény fényét emelik. Majd ezután a felszólaló a tömeg felé fordul, hogy megossza gondolatait. Furcsa időket élünk. A felvétel pillanatában egyedül állok a faluház színpadán. Előttem pedig egy-két személlyel, akik segítkeznek a videó felvételében. Arcukat maszk borítja, és az enyémet is az fogja, amint távozok erről az emelvényről. A reformkor hajnalán 1831-ben hasonló folyamatok játszódtak le az ország északi részén, mint amit ma is tapasztalunk világszerte. Akkor ugyan nem a koronavírus tombolt országunkban, hanem a kolera járvány. Az 1831-es kolera járvány során 465 ezer ember fertőződött meg a Magyar Királyság területén, és a betegség következményeképpen 250 ezer honfitársunk halt meg. Olyan kiváló hazafiak is elhunytak, mint Kazinczy Ferenc nyelvújító, Fekete János, az ország tárnokmestere, valamint Tittel Pál csillagász. A kolera kifejezetten pusztító volt, hiszen az akkor 4,5-5 millió fős ország több mint 5%-a hunyt el a betegségnek köszönhetően. Iszonyú számok ezek, melybe belegondolni is fájó. 250 ezer haláleset, az 250 ezer család gyászát, és több mint 1 millió ember fájdalmát jelenti. Az ország negyede 1831 végén gyászol, és siratja elhunyt szeretteit. A magyar nép azonban nem adta fel a járvány után sem az ország és nemzetépítési szándékait. A kolera járvány utáni időszak az 1848-as forradalomig az egyik legtermékenyebb időszaka volt nemzetünk történetének. Olyan előremutató gazdasági és társadalmi átalakulások történtek, melyek az azt megelőző több száz évben sem. A reformkor társadalmi eredményei többek között a nem nemes is lehet felperes törvény, ami a törvény előtti egyenlőség kezdete. A törvény nyelve a latin helyett a magyar lett. Elfogadta a pozsonyi országgyűlés az önkéntes örökváltságot, valamint talán a legfontosabb, hogy 1844-ben a magyar lett az ország hivatalos államnyelve. Az ország gazdasági életében olyan újítások jelentek meg, minthogy nem nemesek is birtokolhatnak nemesi javakat. Elfogadták a szabad gyáralapítás törvényét, valamint az ország gazdaságát számtalan óriás beruházással élénkítették. Többek között említeném, hogy az 1840-es években elindul a Tisza szabályozása,
a Pest-Vác első vasútvonal megépítése, valamint Széchenyi nyomán elindul a Lánchíd megépítése is, mely a fejlődés szimbóluma lett. Hasonló időket élünk ma is, mint amilyeneket elődeink éltek 1831-ben. Az embert az elmúlt egy évben körülveszi a rengeteg negatív és lesújtó hír, mely a világban történik. Kevesen gondoltuk ezt egy évvel ezelőtt, hogy előfordulhat az, hogy olyan szigorú megkötésekkel kell együtt éljünk napjainkban, amely sajnos mára az életünk rutinszerű, szerves része lett. Egy éve élünk korlátok között, hiszen tavaly a március 15-i megemlékezés volt az első olyan esemény, melyről le kellett mondanunk annak érdekében, hogy a vírus terjedését megakadályozzuk. Az elmúlt egy évben több mint 15 ezer honfitársunk halt bele a koronavírusba. Ez több mint 15 ezer család gyásza, és majd 100 ezer ember közvetlen fájdalma. Megítélésem szerint sajnos lassan nincs olyan ember ma az országunkba, akinek a tágan vett ismerősi körébe ne történt volna elhalálozás a koronavírus miatt. Korunk több meghatározó szereplője is a koronavírus áldozata lett. Többek között Szőcs Géza, erdélyi származású költő, Balázs Fecó, Kossuth és Liszt Ferenc díjas zeneszerző, valamint Bálint György, vagy más néven Bálint gazda, az ország kertésze. 1831 után az ország nehezen, de fel tudott állni a kolera járvány okozta válsághelyzetből. Ha akkor sikerült ez nekünk magyaroknak, akkor most miért ne sikerülne újra? Miért ne tudnánk a koronavírus legyőzése után újra talpra állítani Magyarországot? Én azt gondolom, hogy sikerülhet, viszont csak akkor, ha összefogunk. Tisztelt biatorbágyi polgárok! Biatorbágy, Pest megye és végső soron az ország újabb építése az önök kezében is van. Az elkövetkezendő időszakban félre kell tegyük emberi, szervezeti, pártpolitikai nézeteltéréseinket, mert csak egységben tudjuk településünk, megyénk és országunk előrelépését, fejlődését elérni. Tartozzunk bármilyen közösséghez, vallási felekezethez, nemzetiséghez, vagy valljunk bármilyen világnézetet is. A jövő építéséhez kompromisszumot kell kötnünk. Sokszor meddő vitáinkat is át kell lépnünk ahhoz, hogy egységesen tudjunk tenni közös ügyeinkért. 1848. március 15-e és az azt követő másfél év küzdelmes időszak volt a nemzet számára. A mögöttünk lévő egy év és az előttünk álló hónapok szintén küzdelemmel teli időszaknak tekinthető. Akkor egy elnyomó hatalommal szállt szembe a magyarság, most pedig egy szemmel láthatatlan, de annál alattomosabb ellenséggel kell megküzdenünk. Ahogy 1848. március 15-én a nemzet egységesen kiállt a céljai mellett, úgy nekünk is ezt kell tennünk ma. Ahogy akkor is az ország jövője volt a tét, úgy ma is. Tisztelet hát a bátraknak, akik saját magukat feláldozva adták életüket országunkért. Tisztelet a szabadságharc hősi halottai előtt. Tisztelet a vírus ellen harcoló polgártársainknak, akik közül sokan ma is életük veszélyeztetésével hoznak áldozatot honfitársaink megmentéséért. Tisztelet azon orvosoknak, ápolóknak, pedagógusoknak, segítőknek, családtagoknak és önkénteseknek, akik hasonlóan 48-49 hőseihez küzdenek nemzetünk tagjainak megmaradásáért. Tisztelet mindazoknak, akik komolyan veszik a fenyegetést, betartják és betartatják a már-már katonai fegyelmet, az egyre szigorodó szabályokat, akik tudják, hogy csak összefogással lehetünk ismét szabadok. 1848-ban számos fiatal állt be az önálló magyar honvédseregbe. Ma is számítunk minden felelősen gondolkozó fiatalra, akik megcselekszik, mit megkövetel a haza. Emlékezzünk hőseinkre, merítsünk erőt emberségükből, és kövessük példájukat. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönjük szépen Mohácsi István képviselő úr ünnepi szavait. Hagyományaink szerint ünnepségünkön biatorbágyi diákok is szerepelnek. Most a Pásztyi Miklós Művészeti Iskola néptáncosai következnek.
március 15-i forradalom és szabadságharc tiszteletére állították össze ünnepi műsorukat. Kísér Vizeli Balázs és zenekara. Műsorunkat az iskolák bezárása előtti utolsó napon rögzítettük, így köszönjük a Pásztí Miklós Művészeti Iskolának, Strack Korsolya és Kovács Gábor Norbert néptánctanároknak és a Barackvirág néptánc csoportosok szüleinek, hogy ilyen rendkívüli körülmények között is lehetővé tették a műsor, illetve a tévéfelvétel létrejöttét. Fogadják őket szeretettel. Soha. Rabok legyünk, vagy szabadok? Ez a kérdés, válasszatok! A magyarok istenére esküszünk! Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk! Rabok voltunk mostanáig, kározottak ősapáink, kik szabadon éltek, haltak, szolgaföldben nem nyughatnak! A magyarok istenére esküszünk! Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk! Sehonnan, vitang ember! Ki mosta kell? Halni nem mer! Kinek drágább rongy élete, mint a haza becsülete? A magyarok istenére esküszünk! Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk! Fényesebb baláncnál a kard, jobban ékesíti a kard. És mi mégis láncot hordunk, ide veled régi kardunk! A magyarok istenére esküszünk! Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk! A magyar név megint szép lesz, méltó régi nagy híréhez. Itt rákentek a századok, lemossuk a gyalázatot! A magyarok istenére esküszünk! Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk! Hol sírjaink domborulnak, unokáink leborulnak, és áldó imádság mellett mondják el szent neveinket. A magyarok istenére esküszünk! Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk! Oh,
Thank you.
Köszönjük a Pásti Miklós Művészeti Iskola Barack Virág Néptánc csoportjának műsorát. Önnek is köszönjük, hogy megtekintette rendhagyó ünnepségünket. Bízunk benne, hogy hamarosan élőben együtt ünnepelhetünk. Isten áld meg a magyart!